kártyát szerencsejátéknak szokták tartani, pedig nem az. A lapok kiemelése osztásnál a kenés, körmözés vagy ragasztás csupa mesterfogás. Minél ügyesebben játszik valaki, annál jobban tudja használni az illúzió fegyverét, a varázslat hatalmát, a csalás lélektanát. Philadelphia, Pennsylvania, 1971. Na most akkor játszunk, vagy ne? Senki ne mozduljon! Mindenki a zsákén marad! Kezeket fel! Kezeket fel, ha mondom! Ez meg itt mi? Mi ez, ha? Miről beszél? Erről! Tudják, fiúk, hogy mibe csöppentek? Na, elő a lóvét! Emeld fel a kezed! Mire vársz még? Jó. Erre mondják, kérem, hogy csalás. A jó édesanyád, rohadt csaló! Levettem a gyűrűm a WC-ben és elejtettem. Meg lesz az. A fenébe. Mike, megtenne valamit nekem? Hát hogyne. Iszonyú késésben vagyok. Ez a telefonszámom. Elég drága volt. Akárki találja meg, $1000 kap tőlem érte. $100. Ez a gyűrű többet, de $100 csinál, ne nézz hülyének. Jó, mennyit akarsz érte? Szia, csavargó. Menjünk. Yeah.
Hollywood, Kalifornia, napjainkban. Hello, Charlie! Pörgess egy kicsit a szemem is, oké? Okay? Így, Charlie, felteszel nekem 10-et, Morris? Kedvem, számíthatsz rám. Hello, Charlie! Szevasz! Kész túlkönyeim! Hello! Hello, baby! Nem vigyétek túlzásba. Hé, ez itt nem bosszúra. Hello, Jack. Látom, jól mutatsz. Jó estét. Szép jó estét. Megy a munka? Charlie. Hello. Trev Bubi, kör 9-es, pick 8-as. Emlek. Hívok. Nincs több tét, uraim. Lássuk alapokat. 3-9-es, királypár. Önnél? Felébb, ez sok lesz. 3 király. Baby, eddig 10-es. De most 9-es kell. Káró 9-es. Négyszögletű visszatérés. Így kell ezt csinálni. Szép kupac. Szia, Larry! Hogy ityeg a fityeg? Nekem ityeg, másoknak csak fityeg. Hát igen. Nagy ember. Na, minden szempontból. Miller is itt van. Ez kicsoda. Miller, az arc, akiről már beszéltem. Jó, de ennek most nincs az ideje. Hello. Akkor kis. Larry, ő Charlie Miller. Ő pedig a nagy Jennings, Larry Jennings. Üdvözlöm. Megnyerő volt a játéka odalent. Hát igen. Persze. Tiffany szerint maga se kutya. Tudok valamicskét. Hát igen. Hozhatok nektek egy italt? Igen, már kiszáradt. Oké. Okay. Charlie, most is whiskyt iszol? Hozz egy ödörrel. Pillanat. Szóval, Larry, eddig mit hallott? Hallottam, hogy a társaival beült a kis pénzes játékba, és hogy általában véve jól megy az üzlet. Ja, így van. Eltartott egy ideig, amíg kiforta magát a bolt 10-20 ezres játszmánkig. 10-20 ezer? Az szép. Lenne még jobban is, ha nagyobb lenne a csapat, mondjuk magával. Miénk lenne a pálya? Maga már most gazdag. Miért van szüksége éppen rám? Azért, mert láthatóan jól tudja forgatni a lapokat. Tiffany szerint a fellépése is jó. Hé, Jordan! 2 whiskyt! Nekifatlak egyre? Na, és meghívhatlak magamra. Eredetileg. Nem, ne fáradj. Jeff vagyok. Hagyj békén, Jeff. Na, ugyan már, hová szambázol ezzel a másért? Hé, figyusz, húzd el a fenébe, Jeff, vagy lenyomom a sarkamat a torkodon. Én pont erre vágyom. Tényleg? Maradj itt, és meditálj még ezen, Jeff. Szakadj le róla. 10-20 ezer? Könnyedén, csak kis tétekkel. Érdekelhet a biznisz. 15-20 ezerig kéne majd felmennie. 20 ezerig? És még én adjam hozzá a pénzt? Most szivatni akar? Mind beleteszünk ennyit. Készpénzes a játék. Zseton nélkül nem megy. Miért aggódsz? Azt hittem érdekelni fog. Charlie csak miattad jött ma ide. Sok volt ez a fiúnak, még nem tud dönteni. Tudom, hogy miért jött ide Charlie. A pénz se probléma. Az a gond, hogy nem ismer, és én sem ismerem őt. Mi garantálja, hogy nem fog átrázni az első alkalommal? Parázni nem kell, mert megadjuk mi a kezdőtőkét. Nem is kell befektetni. Ritka frankó egy lehetőség. Értem. Beváltom a zsetont.
Ez az. Na még. Ez az. Megszámoltad? Igen. Köszönöm. Nem rossz, mi? Ki küzdött? Amúgy ki ez a Miller? Lehet, hogy nem egészen százas. Én elég régen ismerem. Hmm. Azt tuti, hogy megválogatja, kivel hajlandó szóba állni. Nagyra becsül. Akkor megnézek egy partit, hogy kopasztja a népet. Aztán majd felhívlak. Oké. Ugye vigyázom magadra. Már is itt akarsz hagyni? Nem akarlak, de már mennem kell. Puszi. Hívlak, ha végzek. Kártyázni is fogsz velem? Hogy ne kártyáznék? És honnan tudjam, hogy be fog jönni? Mindig más lapok jönnek. Az osztást nem lehet befolyásolni. Barátom, Fortuna időnként nagy kurva. De hál' Istennek, a harmadik embernek, a társamnak... Olyan a keze, mint a röntgenkép. Egyszerűen, 20 000-re úszott el, de hát ez bagatell. Nem lehet megemelni a tétet ennél az asztalnál, mondjuk 5 000 dollárig? Meglátom, mit tehetek. Semmi baj? Nem, semmi. Rendben van. Reve, köszönöm. Szép volt, lányok. Jól van. 80 rongy egy fél órás munkáért, nem rossz. Egy órás. Itt a részed. Biztos, hogy kihagyod a rínói melót? Igen, el van döntve. Jackie elég ügyes, lenyomja. Rinóban úgyse buktok le. Más megbízásod van? Hogy? Nekem? Remek volt anyámnak. A feste, igaz? Egy időre elutazom. Hogy hívlak? Larry, bemutatom Vernont. Vernon, Larry. Foglalj helyet, Larry. Nem kérsz egy italt? De. Ő tehát Tiffany új felfedezettje. Azt mondja, nem tökölsz az asztalnál. Tényleg ezt mondta? Örülök. Vigyázni kell vele. Szédületes. Az este 10 rugót kaszált egy menetben. Szerencsém volt. Miller azt mondja, hogy te valóságos kártyamágus vagy. Jól tudok bánni a paklival. Mi van ma, szerénységnap? Mutass valamit. Mondtam, hogy zseni a srác, átlát a lapokon. Ugye világos a helyzet. Kell még egy ember, hogy pörögjön a lóvé. Ha mindig ugyanaz nyer, gyanakodni kezdenek. Nagy játék, kis tétekből. Sokan csak szeretnének valahogy így játszani. Óvatosnak kell lennünk, mert irigyelni fognak. Hibázni nem lehet. Szóval mi lenne a dolgom? Leginkább papírforma szerint játszol. De ha én osztok, tetszik a lapod? Na ne szívassatok ezzel a marhasággal. Na ne, hogy tetszik. Ezt hívják alsó vagy bázisosztásnak. Rásegítek majd az emelésnél is. Tudom, ki mit kap, ezért ne aggódj. Jó lapod lesz. Minden játszmát megnyersz majd. Akkor beállsz közénk? Persze. Itt van 5-10 rongy. A tieddel együtt már 25. Ez már elég ahhoz, hogy játszunk.
Te leszel, aki felsófolja a tétet. Te leszel, aki majd elteszi a nagy lóvét. Oké? Én vagyok. Jó. Értem. Ott leszek. Nocsak. Úgy látom, egyedül maradtál. Csak eddig. Ki volt az? Közöd, mint elszert faszokám. Na, komolyan mondtad az előbb? Játszanál is? Hogy? Tetszik az ötlet, vagy csak simán fektetnél le? Hm? Benne vagyok szívem. Jó, akkor vágjunk bele. Gyere csak. A rossz balhé után úgy eltűntél, mint valami szellem. Levegőváltozásra volt szükségem. Igen? Hát, Tiffany és én hiányoltunk rendesen. Sokat aggódtunk miattad. Azt hittük, elhúztál, mert forró lett a talaj. Nem volt egy jó ötlet. Mint ahogy Atlantic City sem volt az. Hogy van, Tiffany? Jól vagyunk. Nagyon jól. Fantasztikus nő. Na jó, és mi legyen a szavunk? Mi? Tudod, ha valamelyikünk túl messzire menne. Például milyen lenne a függöny? Ha sokaljuk az előadást, azt mondjuk függöny szünetet tartunk. Hm? Jó, akkor ezt megbeszéltük. Térdre, szarházi! Ki mondta, hogy járkálhatsz? Igen. Igen, mi? Igen, úrnőm. Most majd tanulsz egy kis tiszteletet. A lábamhoz akarsz borulni, ugye? Igen. Igen, úrnőm. Így már jobb. De csak a bal lábam. A bal lábam, te barom! Bocsánat, úrnőm. Nem mondtam, hogy megcsokolhatod! Felállni! Vetköz! Úrnőm! Le kell törni az önérzetet. Törd le, úrnőm, törd le. Na, hogy tetszik, Jeff? Kemény. És mint Tiffany. Jól vagyok, Teddy. Mi van a családban? Semmi gond, köszi. Meglepett, hogy ennyi idő után hívtál. Nem tudtam, hogy még csinálod. Megszorultam egy kicsit. Hozol Donort holnap is? Nem tudok, vidékre megyek. Mit mondtál? Elég durva már neked? Köszönjük a vesét, Jeff! Mire megy a játék? Kinéz, valami? Nem kell ezen problémáznod. Mindent a megfelelő pillanatban. Hé! Hey! Íme az ördög, ugye? Á, Skarni hadnagy. Mi szél hozta, és mikor megy? Hallottam, hogy visszajöttél. És nagyon-nagyon fáj, hogy még csak föl se hívtál. Kiment a fejemből. Mi a fenét akarsz kárni? Mégis mit gondolsz, hogy mit? Tudja, éppen melóközi állapotban vagyunk. Miért nem néz vissza néhány hét múlva? Tán több sikerrel jár. Jól van, jól van.
Mit mondasz? Mondjuk talán... Csöpöltek ezt, Carney! Látod, de mire kényszerítesz? Semmi szükség. Nincs semmilyen futóügyünk, fölfogtam. Szart nincs. Ha nem terveznétek valami, te nem is lennél itt. Igazad beszél. Semmi... No. Ha rád leszek kíváncsi, felcsörgöm azt a seggfejedet. Le vagyok égve. Összesen egy 500-asom van. Jesszusom, ez viccnek azért durva. Recesszió van, nem hallotta? Hát, és akkor mi van? Tartsátok észben, hogy nekem is jár. Előbb-utóbb elveszem, vagy így, vagy úgy. Kímélje magát, hadnagy. Verekedjen sokat, és hagyja ránk a munkajavát. Legyen. Miss Diakonis, a vendégei megérkeztek. Dina. Charlie. Végre újra találkozunk, gyönyörű. Ó, micsoda öröm. Bemutatom Mr. Jenningst, ő is csatlakozna hozzánk. Mr. Jennings, Charlie minden barátját örömmel látjuk szerint társaságunkban. Köszönöm. Akkor előre. Mindannyian együtt vagyunk. Charlie Miller urat már ismerik. Hello, Charlie. Új vendégünk Mr. Jennings, Charlie-val érkezett. Helyet foglalna körünkbe Mr. Jennings. Köszönöm. Az urak Mr. Andrews, Mr. Ruse, Mr. Leipzig, Charlie-t ismeri, Dr. Daly és Mr. Vernon. Üdvözlöm. Szólítson Larry-nek. Mr. Jennings, hagyományos pókert játszunk. Érezze magát otthon. Összeghatár nincs. Néhány ezreléket persze levonok a házjavára. No hát, kellemes játékot, sok szerencsét. Köszönjük. Tehát az első kör az osztásért, sok szerencsét. Ó, akinél az ász, az kezd. Se ilyen, se olyan. Adjon Isten jó lapot, jó lapot. Adóba. Erre alapra én az életben nem hívtam volna. Három ász, uraim. Maradt vagy 25 dollárja. Vigyázzon, most már a szot segéljön. Jó kis ház, ennyit étből még nem csurran sok a fenntartásra. Férfiak vagyunk, vagy csak úgy teszünk? Én játszani jöttem, öltönyt vettem meg minden. Hol van a sok dugi pénz? Teszünk egy kicsit a tűzre, hogy melegünk legyen végre. Ó! Oh. Ászra lehet emelni. Ebbe így beleőrülök. Költsünk már el egy kis pénzt, fiúk. Mehetne? Nyugodtan. Szóval mehet 500 dollár? Hát fialjon még egy kis pénzt a zsebben. Kiszállok. Sok lesz. Ugyan? Kiszállok. Tartom. Dehogy. Ez az. Jól van. Bedobja? Be. Akkor ketten maradtunk karinkben, így is jó. Volt ideje lesz keringőznünk. Legyen hogy mondjuk 2000. Mi van? Na? Vigye. Vigyem? Vigye! Na ne! Mi ez itt, gyerekpancsoló? Ennél egy kocsmában többet költök. Most engem tanít kártyázni? A zsetonjaim ne adjam át? Szó sincs róla. A zseton persze szívesen átvenném, hiszen játszunk, vagy mi a fene. Lehet itt inni valamit? Inni? Erre kell a zseton? Italra? Eszünk is? Elment már az eszünk is. Játszunk némi pénzt, mielőtt fel kell a nap, vagy sem. Na mire várunk? Ne gyerekeskedjünk. Ez mégiscsak póker. Beteszek 200 dollárt. Kitart velem. Kiszállok. Én is. Kinyomtak innen. Kiszállok. Én is. Mindenki megy? Én maradok. Fekete a nyerő. Ez a 200,
Ez még 200, hogy megérje. Kiszállok. Él a remény. Jól van, fekete lesz a parti, mint a seggel. Megemelem 3000-rel. Maradt még pénz a malac persejben? Sok lesz az már nekem. Na ne már, itt nagy tétekben kéne játszani. Mi ez a szarakodás egész este? Póker, activity, bingo. Gazdák, hogy okosant játszunk és kölyökpesgőt iszunk. Baromság. Hihetetlen. Ideje, hogy szünetet tartsanak, uraim. Igaza van, keresek egy bambit vagy egy nyalókát. Hülye nagy pofájú. Szusszanjunk. Csinálja itt a feszültséget. Ez így nem civilizált játék. Lazítsunk. Hölgyeim? Basszus, itt sincs pénz a francba. Meg kéne tanulnia pókerezni. Kár, hogy nem járt iskolába. Még a szakállat is lekopasztom. Mi van, Miller? Lefagytál? Még alig nyertem néhány dollárt. Lassíts már, ez nem természettudomány. Várnod kell a sorodra. Még hogy a soromra, nincsen erre idő. Nélkületek még jobban el vagyok. Eresz már le, oké? Nem lehet előírni, mennyit tegyenek. Várd ki a sorodat, be fog jönni, megígérem. 5 lapos mehet? Barátságos. Italt, uraim. Nem iszunk. Ideje játszanunk. Csapjunk bele. Hajrá! Megvan? Igen. Jól alakul. Akkor... 100-zal indítok. 100 és még 2. 300? Igen. És még 3. Nekem már 6. Na jó, akkor legyen egyenlő. Kiszállok. Sok mi? Oké. Nos, akkor tartom. És emelem 2 rugóval, tehát 2000-rel kimarad. Kiszállok. Ha stílusod van, mindened megvan. Nem adnak ki rap albumot? Megadom a 2-t. Hogy is vagyok? Tovább. Most én is bent maradok. Ki kér lapot? 2-t. 1, 2. Nekem csak 1 kell. 1 kártya az úrnak, 1 az asztónak. Ki emel még? Még 2000-rel. Kiszálltam. Nem árt, testvér. Semmit sincs. Ó, a francba. Beleteszek 1000-est. 12-t. Akkor... Na végre, kezd belegebb lenni. Mondjuk még 5-tel több. Nos. Gondolom, KP-t is beletehetek? Hogy? Jó. Atyaisten. Most kibukik a bluff. Ez 82.500 dollár. Nincs határ, igaz? Úgy tűnik, kivásároltak. Úgy van. Hát akkor... Egy pillanat. Pillanat, Mr. Jennings, pillanat. Van még hitelem? Persze. Áj, mi a franc ez? Kártyázunk vagy hitelkártyázunk ma este? Mi ez a hitelügy? Ha nincs zseton vagy fedezet, a lapot be kell dobni. Bocsánat, de megvan a pénz. Csak... most éppen nincs nálam. Van egy aktom, csak jól eldugtam. Mr. Jennings, megnyugtathatom, hogy rengeteg pénze van, és soha nem tartozik. Hitele van ennél az asztalnál. Maga jön. Leszarom, nem számít. Eddig csak 4 barátnőm volt. De mind 10 pontos. Igen. Kurva élet. Ezek a lányok viszont aláfekszenek a bubikinak. Hát igen, ez lehetetlen.
Ez a pénz... Nem, az a pénz. Ez a pénz, szóval ez a pénz másra van. Nem azért van nálam... Nem ez azért meg hogy nálam, érti? Hogy ez hogy is hívják? Itt van taxipénz, tessék. Mi a fasz csináltál, Larry? Csak Vernon osztásánál emelünk, igaz? Tudom. Na, és mi volt ez a nagy pénzköteg? 4-10-es volt a kezemben. Na, mindegy. Lazíts, öreg, lazíts. Tudod mit? Legközelebb rendesen megszorongatom őket. De mostantól hallgatnod kell rám. Nem lehet magánakciózni, Larry. Nem az a gond. A francba! Figyelj, ha meg vagy szorulva, adhatok kölcsön pár száz dollárt. Pár száz dollárral kitörölhetem a seggemet. Ennél ez aztán fényes volt. Nem volt világos, Larry? Akkor emelj, ha én osztok. Befolyásolhatom a lapjárást, de csak én. Nem hagynád lógva? Hagyd békén. Nyugi, duplán szerezzük vissza néhány hét múlva. Megesküszöm. De nincs néhány hetem a francba. Nem érted, hogy mi a bajom? A picsába. Most kell az a rohadt pénz. Hello! Én is örültem. Ennek itt meg mi baja van? Nem volt túl sok. Szerencséje. Figyelj, tudod, hogy milyen vadító vagy ebben a cuccban? Egészségedre, Sean. Kár, hogy nem ihatunk együtt. Ami azt illeti, eszméletlen itt a Martini koktél. A Biblia szerint tiszteld atyádat és anyádat. Mr. Malinit apámként tisztelem, ezért ő engem fiának tekint. Tiszteltünk téged, de őszintén szólva, elszomorítottál. Hello, Nate. Minden rendben? Nem kapsz be valamit te is? Köszönöm. Bocsánat. Kapásom van. Tessék, Marlon, igen? Tudható, hogy ő kicsoda? Valóban? Elintézem. Ki a fene? Letették. Nincs tisztelet. Ez a rüke az én számomra riszál, mikor én hoztam ezt a zenét ide, és erre rázok már 6 hónapja, és most ez a majomfejű picsa képes tőlem ellopni a számomat, érted? Vágod, ellopta a zenémet! Lemez kiadód van? Hogy lenne már lemez kiadód? Mert akkor ez nem a te zenét! Ó, baszd meg! Elég korán tolod a töményet, nem? Te meg mit keresel? Mr. Malini beszélgetni akar veled. Azonnal. Tudod, a türelem nem erénye. Na, még mindig fagyiznál? Jó. És te mit szólsz, Larry? Nem nyomnál le egy pár gombócot? Miért is ne jöhet? Ja. Egy ilyen meleg napon kell valami hűvös. Menj a sugárút felé. Arra felé van a legjobb fagyizó. Úgy hallom, Larry, igen jó kártyás vagy. Ha te úgy hallod, akkor úgy is van. Megy az ipar? Egyszer fent, egyszer lent. Ahogy szokott. Lámzik. Aha. Én nem vagyok egy hű, de nagy játékos, de szerinted 80 000 dollár elvesztése már hullámvölgy? Igen, ez szar. Hullámvölgy. Hullámvölgynek számít, ha a múlt heti bevételből vesztünk el 80 rudit. Mondtam már, hogy hullámvölgy. Ha már tudsz a dologról, akkor mi a fasznak kérdezősködsz?
Komolyan gondoltad, hogy elvehetsz 80 Robit Max-től, anélkül, hogy mondjuk feltűnne neki? Rendezni fogom az ügyet Max-el. Hogy lehettél ennyire hülye, Larry? Haverokkal mentem, az egyiknek állati jó keze van a zsugához. Elvittek egy helyre, nyernünk kellett volna, meg volt rá a tervük, de aztán én... rosszkor kezdtem emelni, és... buktam. Csak magamat okolhatom, mert nem... nem azt csináltam, amit mondtam. Fel sem merült benned, hogy téged vernek át, Larry? Hogy az úgynevezett haverok, profi csalók, hamis kártyások. Ha? Nem, mert ők sem nyertek semmit. Ha? Jó kis beszél volt. Köszönöm. Azt a blöpödet még én is lehettem. Jó sikerült. Pont 16. Most már iszel nekem? Itt volt a... büfé. Jó volt. Gratulálom szépen. Köszi. Soha nem jön rá. Ez művészet. Italt, uraim. Behozták az italt éppen, mikor ő osztott. Végre egy balek. Újra beindul a rablógépezet. De aztán 100 közül is kiszúrod az ilyet. Ezért vagyok itt. A kurvinca is biztos közéjük tartozott. Figyelj, én máshogy szoktam dolgozni. Egyedül vagyok. Most is így kellett volna. Fogod, mi a lényeg? Átvertek engem. És ezáltal átverték a főnököt. Mindenkit átvertek. Max most úgy veheti, hogy egy szarházi alak vagyok, de hát... hát én nem lopok Max-től, Max a barátom, érted, mire célzok? Egyszerűen nem értem. Észre se vettem. Zsír jó lapom volt, aztán hirtelen nem lett jó lapom. Ezek a dögök jó faszák. Igen. Hülye dolog, hogy ilyesmi történhetett, mert vigyázok a pénzre. Ismertek? Nem vagyok Schwindler, csak most megbecsülöm a helyem, világos, nem? Van egy kis elintézni valóm, rögtön jövök. Csak nyugi. Ja, persze. Nem fogják megúszni szárazon, azt tudti. Nem fér a fejembe, hogy... Szerinted Jennings még visszajön? Az ilyen visszajár. Azért nem fogadnék rá. Igen? Értem. Nekem úgy tűnt, nem volt kóser. Csak egy lapra tette fel az összes spórolt pénzét. Megviselte, hogy vesztett. Nem, többről volt itt szó. Bassza meg. Szabadulj meg a szánalomtól. Az ilyen béna alakok iránt. Szerintem, aki nem tud rendesen a pénzre vigyázni, nem is érdemli meg a pénzt. Jól beszélsz. Gyerünk, nyomás! Be kell ugranom a röcsire. Szóval mikor is jöttél vissza? Alig néhány napja. Scarni még itt tolálkodik. Na, nem mond. Tegnap már elcsevegtünk elragadó rendőr barátunkkal. Igen? Na, igen. Elbírok még vele. Sokba lesz neked, ahogy eddig. Mit törődsz vele? Nem maradok olyan sokáig, hogy megint a karjaiba fussam. Scarni? Megtanítom még kesztyűbe dudálni egyszer. De ragy a szád, amíg kint vagy a sitről, haver. Ezt megérdemeljük. Na, mi az ábra? Mi történt Chicagóban? Nagy kopasztás volt. Ajaj, szarügy. Kérsz? Ne gyerünk. Töltesz. Minden jót. Viszlát. Viszlát. Nem tudom, hogy várjuk. Kaptál valami hírt? Ide jön? Igen. Ide jön. Kurva élet. Mégis ki? A rohadt Dean Stevens, a király. Isten hozta, Mr. Stevens. Kösz. Csomagok hátul. Atyám, Stevens? Személyesen. Az élő legenda. 20 évesen már milliós tétekben játszott. Leginkább az életével játszott gangsterek között, csak hogy megmutassa, mire képes. Ettől legenda. Elmondom egy húzását. Ül a maffia az asztalnál, Stevens olajozza a partit, amikor egyszer senki csak... Senki ne mozduljon! Beüt egy rablás. Mindenki felteszi a kezét... Emeld fel a kezed! Kivéve Stevenst. Mire vársz még? Ahogy lenni szokott, másodszor is cserélt, és éppen kaszálni akart. Jó, édes anyád, rohadt csaló!
Aztán kitört a balhé. Mindenki ott maradt, csak Stevens meg egy nagyfőnök nem. Ott álltak egymással szemben, és három lehetőségük volt. Egy, lelövik egymást. Kettő, elmennek és ott hagyják a pénzt. És végül a harmadik, felteszik a kártyában. A nagyobb lap mindent visz. Szép a király. Szebb az ász. Ötvenezerrel sétált ki, egy karcolás nélkül. Lehet, hogy hazugság az egész. Lehet, hogy Stevens találta ki. De akkor is jó a sztori. Igen. Sokan egy vagyont veszítenének el, csak hogy mondhassák, vele játszottak. A király. Hiányoztál, Eve. Te is hiányoztál. Milyen rég találkoztunk? Hát, jó ideje már. Jól nézel ki. Te se nézel ki rosszul. Csinos lett a hely. Igen. Sok munka volt. Láttad volna, amikor átvettem. Errefelé akadt dolgom, gondoltam. Éhes vagy? Nagyon. Ha megverem a királyt, én leszek a király. Őt még nem verték meg. Még nem. Lehetnél szerényebb. Nem kell még egy bukta Atlantic City után. Ja, nekem se. Te láttad Stevens játszani? De még mennyire. Nebraska államban 1986. május 24-én felejthetetlen volt. Úgy tarolt le egy ügyeskedő bandát, akik őt akarták meglopni, hogy gyönyör volt nézni. Nem felejtem el, amíg élek. Abba hagynád a húhogást. Én nem ijeszgetlek, ez inkább felkészítés. Ne olyan cápára számíts, aki leül és várja, hogy megkopasszák. A pasas apró darabokra tép, és észre se veszed. Boldog vagy? Persze. Akad néha rossz passzom is. De... Az életben nincsenek véletlenek. Rajtad és csak rajtad áll, hogy nyerők lesznek-e a lapjaid. Figyelned kell. Újra egy partiban vagyok. Jó. Se férj, se gyerek? Jaj. Nem. Nem, mintha nem volna lehetőség. Persze. Nem könnyű megtalálni az utódod, aki elég izgató anélkül, hogy esténként minden pénzét kockára tegye, ahelyett, hogy félretenne. Mostanában én is azon meditálok, hogy nem is lenne rossz megállapodni végre. Még valami. 250 a beúró a játékba. Nem mondom, komoly összeg. Általában ülnek hatan, heten az asztalnál minimum 2 millió dolcsi KP-val. Belépek 100-zal. Neked mennyit van? Nem tudom, úgy 75 ezer körül. Figyuszka, biztos meg tudod verni Stevenst? Valóban elgondolkodtató, amiről beszélünk. Hogyha meghatódsz is ezen, hiába gondolod, hogyha máshogy fogsz élni, más is leszel. A hétköznapi, a tisztességes életben, nap mint nap, hogy majd becsületesen dolgozol, és ezáltal nyugodt leszel. Szép terv. Csak ott bicsaklik meg, hogy legbelül ugyanaz maradsz. Lehet. A legjobb csaló, ő sem nyerhet mindig. Ne aggódj. Ezúttal türelmes leszek. Kivárom a pillanatot. De akkor elkapom, és még a gatyáját is leszedem róla. Valahogy úgy vagyok, mint az öreg mesterlövész. Mindenhol mindig szembe jön egy kölyök, le akarja lőni az öreget. Tetszett az ilyesmi, mindenki rám hajtott. Az utóbbi időben, mintha megszakadt volna valami, elég volt, sok is volt. Belefáradtam. Vissza kéne már vonulnom,
emelt fővel távozni, mielőtt jön egy ifjonc és széjjel tép. Átmehetek, miután itt bezártam. Örülnék neki. Szeretem nézni, ahogy játszol. Jó, beszállok. De jövök a partira, ha már egyszer befektetek. Akkor én telefonálok. Bejelentem magunkat. A legjobb az egészben, hogy újra együtt vagyunk. A nagy csapat, úgy, mint régen. Jó, hogy újra itt vagy. Tudod, tényleg... Na, mondd. Jó, hogy visszajöttél. Nem jöttem. Csak a játszmára. És jó egyedül? Megvan a maga előnye. Valóban? Mhm. Legalább nem fog a társam kés nyomni a bordáim közé. Vigyázzatok magatokra holnapig. Hülye! Mi vagy te, egy betörő? Megijedtél? Ugyan, a rögzítőm hallgattam. És Vernon hova ment? Nem mondta. Furcsa egy figura ez a Vernon. Nem úgy néz ki. Most, hogy visszajött, tisztázzunk kellene néhány dolgot egymás között. Ó, Charlie, nem most. Aludnom kell. Fontos. Gyere be holnap délután. Mit szólnál 2 órához? El kellene már beszélgetnünk magán ügyekről, kettőnkről. Jól van. Jövök holnap. Hmm. Jó, Charlie. Hello, Tiff. Beszélnünk kell. Kösz. A dolog Atlantic Cityben úgy... Ne fárazd magad. Ha vége a partinak, eltűnök és Charlie-val nyugodtan tovább éldegélhettek, ahogy eddig. Értsd meg, mi nem éldegélünk. Társak vagyunk. Magyarázd meg neki. Fülig szerelmes beléd. Az egész az én hibám. Nem kellett volna beléd szeretnem. Úgy érzem magam, mint egy balek. Hogy mondhatsz ilyet? Te vagy az egyetlen, akinek nem játszottam meg magam. Mert nem volt szükség rá. Nagyon hiányzol. Igen. Te is nekem. Akkor... Mi ketten semmit. Nem bánthatom meg, Charlie. Úgy, ahogy ő bántott meg téged. Nem szoktál le. De igen. Csak hogy a cigiről és rólad nem vagyok képes egyszerre leszokni.
Charlie-val találkozom a D&D-ben. Francba! Egy urat keresek, bizonyos Mr. Charlie Millert. Nem ismeri? Most viccel velem, ugye? A sarokban. Á, csak aprót néztem a kotonautomatához. Üljön le. Maga Charlie Miller. Charlie Miller. Jól ismerem az ürgét. Jó fej. Jól is néz ki. Üzenne valamit neki? Hm? Akkor ezt igennek veszem. Kajás vagyok, de figyelni kell a kalóriákra. Nem száll be egy Cézár salátára? Lenne egy kis beszédem önnel, Mr. Miller, mivel ön bizony rossz útra tévedt. Ugye nem valami egyháztól van, mert akkor inkább hagyjon. Elkövetetted nagy hibát, Mr. Miller, és észre sem vette. Valóban? Ön és a kollégái kihúztak valakiből 80 rugót. Semmi gond, nem izgat, hogy ki hogyan keresi a kenyerét. A tök fej biztos megérdemelte. Rá se hederítenék az ügyre, ha a 80 000 az övé lett volna. De a főnöké volt. És a főnökét úgy hívják Mr. Malini. Ugye ismerősen hangzik a név, Mr. Miller? Malini? Igen, hallottam már, igen. Ez esetben nyilván az ön számára is világos az adott szituáció. Alapelv, hogy csak tiszta pénzzel játszom. Én se gondoltam másképp. A pénz, Mr. Miller. Ugye még megvan? Nincs. Elosztottuk. És még mennyi van? Hát nem sok. Volt pár kiadásom. Ez elszomorít. Sejtem. Valóban kellemetlen a helyzet. És az emberei? És Vernon? Vernon? Ő már lehet, hogy le is lépett. Nem dolgozunk már együtt. Persze. Ez a 80 000 könnyedén visszajön. Nem kezelné Mr. Malini úgy ezt a kis pénzügyi malőrt, mint egy kölcsönt? A türelméért természetesen további 20 000 adnék. 100 000 dollárom lesz pár napon belül. Ezek szerint van új pali madár? Igen, van egy. Van egy. Át fogom adni az üzenetét. Köszönöm. Ja, még valami. Mi volna? Ne cigizze. Könnyen belehalhat. Furcsa, hogy ezt éppen maga mondja. Szerintem... Hello, Charlie! Volt. Kik voltak ezek? Malini emberei. Malini? Jennings is Malini alkalmazottja volt, az ő pénzével játszott. Jaj, ne! A picsám! Neked kellett volna erre rájönni. Tudtam, hogy közel állt Malinihez, de hogy ennyire... Bassza meg, bassza meg! Nyugi, 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 béke van, béke. Jókor jöttél be, kinyújtottak volna. Ki kell találnunk erre, mit lépjünk? Ideje lesz, elhúznunk a fenébe. A játék után. Hogy?
a játék után. Nem örültél? Malini mindenhol ott van a városban, húznunk kell. Nem léphetünk le a legnagyobb játszma előtt. Én nem megyek el, ha te akarsz, hát menj! Fogd be! Malini nem talál meg ilyen gyorsan. Meghúzzuk magunkat, és nem lesz semmi gáz. És hol? Na, szívódjunk fel. Errefelé a legjobb búvóhely. Az elvarázsolt kastély. Szezám, tárulj! Hű, de vicces! Ez igen! Elvarázsolt kastély! Malininak esélye sincs, hogy itt megtaláljon. Szédületes egy hely. Ja, sokat voltam itt, mielőtt Charlie-val összejöttem. Mielőtt megmentettelek. Ma, rendben? Igen, leszámítva, hogy rám lőttek, tök frankón. Nem úgy gondoltam. Tudod, mi ketten? Persze. Jól vagyunk, nem? Figyelj. Ha túl vagyunk rajta, beszélek vele, oké? Elintézzük. Nem, most még nem, Stevens. Majd később. Győzelem. Nem hiszek a szememnek. Hogy? Nézd. Mi a frászt keres még itt az öreg? Kicsoda? A professzor. Nem. Tegye le a paklit, tegye csak le. Nem csinálna inkább valami más. Gyűjtsön bélyeget. Mit szóltok? Mit szólsz hozzá, Vernon? Túl nyitott a mozdulat. Itt elmegy, de az asztalnál feltűnő lesz majd. Terelés kell. Pont akkor emeljen, amikor a másik kezével nyit. Fiúk, bemutatom a kártya egyik ördögét, Vernont. Köszönöm. Professzor, ő Tiffany. Ha előbb tudom, hogy ilyen jó a csalóknak, ott hagytam volna a varietét. Köszönöm. Emlékszik még... Miller! Még mindig öreg asszonyokat zsarolsz a tartásdíjukért? És maga még mindig nyulakat varázsol? Szórakoztassátok a hölgyet, míg Vernon meghív egy italra. Rég láttalak erre. Jó pár éve. Hogy itt vagy? A ma esti nagy játék miatt. Csak nem dolgozni fogtok? Stevens is játszik. Nagy dobásra készülsz? Igen. Vigyázz vele, nagyon ügyes. Ahogy mi is. Azt mondod ő? Nem. Azt mondom, mi? Valaki csak felnevelte a maga kezdőjét igazi nagy menővé. Akinél te kevesebb vagy, ugye? Add el nekünk néhány percet, Charlie. Nézd csak, van a padlón némi apró, vedd föl. Fél szemed az órán, oké? Ez meg mit keres itt? Nincs több lecsukható, kurva? Nincs. Miután végre bevittem az anyádat is. Ne aggódj, már kint is van. Ki ez adta? Nem tudjuk, valószínűleg Malini embere. Tanuk? A pincérnő hátul, nem látott semmit. A járókelők három embert láttak innen elhúzni utána. Két pasast és egy nőt. Két pasit és egy nőt? A csalásból nem könnyű megélni, belerokkanhatsz, láttam már ilyet. Tudom, mondta már. Persze, nem akarlak piszkálni, fiam. Ismertem az elmúlt század legjobb kártyásait és csalóit. Utálom látni, hogy erre a pályára lépsz, pláne Millerrel. Miller nem rossz. Utca is Windler, aki rádakaszkodott, mert látja, hogy tehetség vagy. Ő meg nem. Talán volt más választásom. Szórakoztassam a turistákat ébérért. Ennél én többet tudok. Eljön a pillanat. Döntened kell. A művészet a fontos, vagy a pénz? Milyen sokszor gyakoroltunk hosszú éjszakákon át egyetlen mozdulatot. Igen.
Hiányzik is. Szinte még be sem fejeztük a tanfolyamot, amikor eljöttem. Ideje volna. Tudod engem, hol találsz meg? Legend Hotel, ugye? Gondold végig, hogy ezt akarod-e csinálni egész életedben. Ne feledd, vannak a pénznél fontosabb dolgok. Hemingway urat keresem. Nyolcszáznyolcas szoba. Köszönöm. Halló? Most indulunk hárman. Jól van, öreg. Felkészültél? Igen, mehet. Ne feledd, mit mondtam. Az emberrel játsz. Ne csak a kártyával. Jó. Ne siess. Jó. Türelem. Hadd már abba, felidegesítesz. Az soha nem árt. Felspannol. Jó. Belevághatunk. Oké, menjünk. Segíthetek? Hemingway urat keressük. Fáradjanak be. Hello! Ön bizonyára Mr. Holden. Pontosan. Örvendek. Üdvözlöm. Miller úr. Jó estét. Ő pedig Tiffany. Tartom szerencsémnek, hölgyem. Köszönöm. Tony vagyok, Texasból. Az úr Mr. Thornhill. Hello. Hello. Jack vagyok. Hello, John. Ha megengedik, bemutatom ma esti házigazdánkat. Mr. Malinit. Örülök, hogy eljött Mr. Holden. Örülök a lehetőségnek. Ők a barátaim, szerencsét hoznak. Itt maradhatnak megfigyelőként. Miért is ne? Remélem, hogy mindannyian nagyon jól szórakozunk majd. Akkor most bemutatom a többi játékosunknak. Nem mondták, hogy Malini is itt lesz? De nem ám. Ez van. Remek. Dean Stevens. Mr. Stevens? Mr. Holden. Örvendek. Szintén. Ön ugye nem csaló, barátom? Ő itt Tiffany. Tiffany? Igen, expresszív név. Ő pedig Miller. Charlie Miller. Dean, jól emlékeztél. Beűzte is, Charlie? Én nem, csak drukkolok. Szponzor is vagy? Igen, valami olyasmi. Tudhat valamit, barátom, a Miller a pénzét magába fekteti. Charlie, igen, válogatós. Hallom, Cincinnati környékéről való. Igen, arra lakom. Ismeri Katica bogarat? Találkoztunk, de nem igazán ismerem. Nem lehet könnyű a férjének, mi? Nem tudom, hogy egyáltalán volt-e férje. Ó, hát persze. Mit mondasz, Max? Elkezdhetjük, vagy várjunk még egy kicsit? Kezdhetjük, uraim. Köszönöm.
Ez esetben még 10. 2 lapot kérek. Bedobtam. $1000 nyitok. Még 20. Nekem elég. $100,000. Kiszállok. Mindent bele. Lássuk. Három tízes. Édes. Mint az álom. De nálam a vekker. Három ász. Bassza meg! Ennyit a szerencse kalapomról. Uraim, eddig bírtam. Nekem is itt a vége. Uraim. Megnyerő a játék. Rendben, uraim. Akkor emelem további 5000-rel. Istenkém, remegnek a lábaim. Össze kell szednem magam, hogy tartsam ezt a hatalmas, nagy tétet. Stevens most kiszorítja Tonyt a játékból. Miért nem nyomjuk fel? 50000-re. Még pont 45000-rel. Mit szól hozzá? Tony? Igen, nos... Nem hiszem, hogy van még nálam ennyi. Egyszerű a kérdés. Mennyi pénzt hozott Tony a messzi Texasból, vagy ahonnan jött, a nyereg mögé akasztva? Nézzük meg... Úgy tűnik, csak 25000 van nálam. Nem leszek kegyetlen. Nehogy úgy nézzen ki, hogy megveszem a lapját. Tony maga rendes ember, és mivel ide fáradt, elfogadom a $25000-nyi tétet. Az ön kedvéért. Roppantó sajnálom. Nem. Szóval nem kéne, nem kéne. Legyen férfi. Sajnos az este számomra megalázó drámai fordulatot vett. Mindazonáltal köszönjük, Tony. Nagyon köszönjük. Uraim. Hölgyem. Viszlát, Tony. Most 3-3. A szerencse számom. Ne tartsunk szünetet? Csak nem fáradt. Ugyan dehogy, Cleveland. Cincinnati. Bocs, nincs messze. Legyen 20 perc szünet, uraim. Örülök, hogy feljöttél. Mindig szerettem nézni, ahogy játszom. Jól esik. Hogy megy? Szemét módon. Itt ez a srác halálnyugodt. Ügyes, nagyon jól csinálja. Van olyan jó, mint te? Charlie, kevers nekem egy italt. Jó kérdés. Eszembe jutott egy New York-i eset. Bírod a strapát? Egész jó. Hozzak valamit inni. Igen, jó lesne. Csak a játékra koncentrálj. Világos? Nézd, mennyi zset adunk.
Kösz. És ő milyen? Hiába húztam előtte a mézes madzagot, nem harapott rá. És most mi lesz? Nem tudom. Párszor nyerőlapot is bedobott, mintha látná a lapom. És ha látja? Cínkelne. Ugyan már. Kizárt, hogy Dean ilyesmit csináljon. Ez kezdőknek és amatőröknek való módszer lenne. Lehet, hogy téged még amatőrnek tekint. Tudjátok mit? Nézzük meg. Gyertek. Nincs csipkézve, se kaparva, se satírozva. Se félrenyomás, se fekete csík. Tiszta. Hű, az anyját. Mi van? Mákos. A szemétnek mákos paklia van. Mákos? Aha. A kártyák jelölését csak akkor látod, ha mögé fókuszálsz. Próbáld ki. Istenem. Édes Istenem. Cseles. Na és most? Hogy most? Most jön majd a trónfosztás. Azt hiszem, ideje kiszállnom. Akkor ketten maradtunk Cincinnati. Hű, de romantikus. Ön az első. Négyezer. Legyen kerekszám. Mondjuk 10. Jó ötlet. Emeljünk. 20-ra. Legyen 50. Miért ne? Még egy lapáttal, hogy hangzik 100 000? Ah. Laza játékos. Kiemelném, hogy a dáma üti a bubit. Ha nincs nagy lapom. Na majd meglátjuk. 300 000. Egész szépen hízik a bank. Ötszázezer. Minden vele. Hiányzik 50 000. Tényleg? De hát kockázat nélkül... Itt van... 30. Tessék, ez még 20. Jó, hogy jöttek. Maga jön.
Itt a vége. Hemingway urat keresem. Nem ismerem Hemingwayt. Sajnálom. Ó. Oh. Na ide figyelj, te szarhár. Addig csavarom a tököd, míg beszarsz a katyába. Hol van az a kurva játék? Lássuk azt a fekvőlapot, barátom. Állj meg! Ezek azok. Kik? Ki ez? Vernon és Miller. Ők fejtik le a 80 rugó Jenningsről. Na, ne mondja! Maga Vernon? A Kansas-i Vernon? Tessék! Sokat hallottam magáról. Hé! Hey, állj! Lassan a testtel! Egy mozdulat és a főnökből hulla lesz. Dobd azt el, kislány! Hallottam, hogy keresett. Hát... Úgy tűnik, megtalált. Igen. Malini, állítsa le őket! Nyugi, kislány! Dobd el a pisztolyt! Malini, mondja meg nekik! Na, mi lesz már? Ne ordíts! Csavi, fogd be! Mr. Malini, lelőjem! Úgy leszed, mint a pinty! Kapd be! Dobjad már el! Még egy barát? Mi? Ki maga? Ki a fasz maga? A parti közepén vagyunk, Max. Ezt befejezhetjük utána is. Bár felteszem, hogy a barátéval együtt egy kanyivasa sincs, tehát semmi értelme. Ez nem olyan biztos. Tiffany. A körülmények miatt megbocsátom. Lássuk a kártyát. Gyerünk, Vernon. Három bubi. Ez már valami. Meglepődött. Látszik rajtam. Mondtam, eljön majd az a bizonyos nap. De majd csak később. Három dáma. Nem, ez nem lehet. Minden lehetséges. Kemény volt, fiam. Végünk. Mit csináltál? Gratulálok. Tényleg, igen szép menet volt, de amíg a pályán vagyok, engem nem lehet megverni. Úristen. Mit tettél? Nem tennél a fegyverét? Idegesít. Engem más idegesít. Nem igazán jó itt lövöldözni. Tegyétek el. A hülye Jenningsért úgysem kár. Maguk viszont húzzák föl a nyúlcipőt, és ha kérhetem, a továbbiakban egyáltalán ne találkozzunk. Vernon. A részemet. Adjuk. Nem is kell. Szép volt, mester. A nyereménye. Köszönöm. Kereslek, ha együtt az új csapat, D. Köszönöm, de egy ideig nem játszom. Hölgyem? Viszlát. Hé! Hey. Szemmel kell tartani a lent lévő kártyákat is, barátom. Na persze. Nézze, semmi közöm a dologhoz. De... Jennings nem vette észre,
hogy átverték. De kaptunk egy telefont. Jennings körmére kéne nézni, mert hazudott. Valóban? Még valami. Ha a pénz is kell még, az ügyben illetékes ember. Charlie Miller. Szóljon. Ha bármiben segíthetünk. Van egy cigit. Kösz. $2 millió. Elúszott. Hagytál kicsúszni a kezedből $2 milliót. Elbasztad. Igen. Kijátszott. Kijátszott? Ide figyelj, rendbe fogom hozni. Legközelebb... Nem lesz semmi legközelebb. Nem érted? Elég belőled. Látni se akarlak. Ennyi? Ennyi. Gyere szívem, hagyjuk itt. Igen, ismerős a jelenet. Na és vége. Úgy van. Vége, Szivi. Charlie, drágám! Várj meg! Charlie! Elnézést! Itt elvileg nem szabad dohányozni. Na mindegy, nem számít. Hülye egy törvény, nem? Kösz. Szép munka volt. Jól ment, Malin itt leszámítva. Kis problémák becsúsznak, de ha jók vagyunk, leküzdjük. Jut eszembe, jó húzás volt behívni Scarnit. Jó, John. Örültem. Kösz, hogy bejöttél, John. Utálom Millert meg a kurváját. Csá! Szóval, megvan a válasz? Sajnos, igen. Ugyan, lúzereket átverni nem ügy, új gyakorlat, de egy szakmabeli dörzsöltet a társat, az már mutatvány. Különösen, ha megérdemli. Na jó, ezek megérdemelték. Most mihez kezdesz? Utazgatni fogsz? Nem tudom, mit fogok csinálni. Egy kicsit lazítok. Azért sajnálom. Ha? Mit sajnálsz? Hogy soha nem ülünk le komolyan játszani. Bizony, így van. Kíváncsi lennék, melyikünk nyerne. Egyikünk veszítene. Szerintem is. Minden jót, Vernon. Hé, Vernon! Minden jót, Dean. Woke up this morning, jumped out of bed. I started gambling, thought I'd
Went to my baby's pocketbook. It was dry. Started borrowing from my partners, but they threw me a line. I was a damn fool, out of luck. Try anything. Push it up. Horses come. Numbers go. Today is my lucky day. Magyar hangok. Szakácsi Sándor, Széles László, Györgyi Anna, Jakab Csaba, Gáti Oszkár, Galambos Péter, Besenci Árpád, Barbinek Péter, Básti Juli, Konrád Antal, Holnándor, Kállói Molnár Péter, Bab Dániel, Besenyei Emma, Izsóf Vilmos, Dobránszki Zoltán, Bognár Zsolt, Földi Tamás. Magyar szöveg Solecki Áron. Hangmérnök Horváth Dávid. Vágó Vünns Attila. Gyártásvezető Molnár Melinda. Rendezőasszisztens Bauer Eszter. Szinkronrendező Juhász Anna. A szinkront a UIP Duna Film megbízásából az Aktív Kommunikációs Kft. Készítette. Forgalmazza a UIP Duna Film. Thank you.